Zenta községben a közszférában dolgozó megközelítőleg 700 személy jogosult a munkába járási térítményre, vagyis az úgynevezett biciklipénzre. Ez az összeg 3 évre visszamenőleg kifizetésre került az önkormányzat évi költségvetéséből a dolgozók többsége számára, akik aláírták a visszamenő időszakra szóló kártérítési szerződést. A tüntetést az a 110 dolgozó indítványozta, akik a peres eljárás lefolytatása mellett hoztak döntést, így ők a per lezárultával juthatnak a pénzükhöz. Mi nem írtunk alá, azért nem volt az a bírósági, hogy mondjuk mondani, troskovi. Ezek költség, igen. Az a probléma, hogy ott nincsen. Hogy például mi aláírtunk, akkor is az a bírósági költség kell kifizetni. Mi nem akarok ezek. Az a városház kell kifizetni az egészet. Nekünk kell kifizetni az a pénz, ami ez a miénk a pénz, és a bírósági költség kell fizetni mindent. Juhász Attila azt mondta, az önkormányzat komolyan vette a járulék kérdését, és gyorsított eljárásban megoldást keresett a kifizetésre. Viszont időközben egy csoport beperelte a saját munkadóját. Gyakorlatilag az iskolával pereskednek a most tüntető tanárok. Az oktatási intézmények szerződéses alapon vagy bírósági döntés alapján tudnak fizetni, jelen esetben pedig még tart a per, mondta a Zenta község oktatással megbízott tagja. Úgy gondolom, hogy a higgadt párbeszéddel messzebbre jutunk, mert amit ígértünk és ahogy megígértük, teljesítettünk. Viszont az, hogy egyesek mossák a szennyesüket, próbálják másra terelni a felelősséget, akkor, amikor föl lett ajánlva, lebeszéltek mindenkit. Ha megkértük a dolgozókat, hogy figyeljenek ide, hogy mi a javaslatunk, akkor azt mondták, hogy ezzel mi nyomást gyakorolunk a dolgozókra. Akkor ezzel leálltunk. Juhász Attila azt mondta, már több millió dinára duzzadt az ügyvéd és a perköltség, ami nagyobb összeget jelent már, mint a dolgozók elmaradt bicikli pénze.